Önök a Csillagpont Rádió műsorát hallják az FM 94-es MHz-en. A mikrofonnál a szerkesztő Monos Márta, munkatársam Hajdú Zénó, a stúdió vendége pedig a nívódíjas Flak Antal, aki Miskolc város napja alkalmából vehette át ezt az elismerést, ezt a megtisztelő elismerést, amelyhez gratulálunk. Művész tanárt köszöntök a stúdióba, akivel életútjáról fogunk beszélgetni. Furcsa egy ilyen fiatal emberrel az életútról beszélni, amikor már annyi mindenről kell számot adni, mert ahogy végigolvastam az életrajzát, bizony jó néhány pipát kell már tenni, hogy na ez is megvolt, az is. Kezdve ugye a zenei pályára irányultsággal, hogy úgy mondjam. Ez édesapja sokat foglalkozott a művészettel, ugye? Ő a nagyapám volt szerintem, akire... Bocsánat, igen, a nagypapa, igen, Flak Antal, akit még én is ismerhettem, igen. De tudom, hogy a művészet, a kultúra, a kulturális élet óriási szereppel bírt az életében. Tehát valamiféle indítatás azért családon belül volt, ugye? Igen, hát először is sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a kedves meghívást. Hát, hogy akkor kezdjük, igen, a gyökerekkel. Igen, itt nagyapámat érdemes mindenképpen megemlíteni. Azt, akik ugye jól ismerik, mint ön, talán azok között is kevesen vannak, akik tudnák, hogy ő eredetileg bencés szerzetesnek készült. És aztán, amikor feloszlatták a rendeket, visszajött Miskolcra, és hát mivel volt affinitása a zene iránt, és egyáltalán érdeklődése a művészetek iránt, így adódott, hogy etéren kicsit képezze magát, így volt tulajdonképpen éppen a zeneművészeti szakközépiskolában induló első osztálynak a tanulója. Ez most végülis azért nagyon érdekes, mert mi most egy ilyen 50. jubileumi tanévet ünneplünk, és hát kicsit ilyen kettős dolog ez, mert nem 55 ez valójában, hanem ugye 66-67, csak ugye ahonnan a közismeret meg a zene egy élet, onnan számjuk ezt az 50, szóval bennem van egy ilyen kettőség, mert én szervezem javarészt ezeket a programokat. Nagyobb rálátással bírat. Igen, úgyhogy ez a kettőség az úgy bennem volt, az nem 50 az, csak hát ugye így papírformán, mert akkor ugye még külön volt, tehát csak ZG volt, zenegimnázium. Igen. Na és, tehát visszatérve, nagyapám sok ilyen dologban részt vett, ami ilyen induló kulturális dolgok voltak, például a mai Miskolci Szimfonikus Zenekarnak is alapító tagja volt, még a jogelődjében is szerepelt, színház zenekarában játszott, és aztán tulajdonképpen ilyen kulturális programszervezés égisze alatt. És a média világában is gyorsan tegyük hozzá, hiszen ő indította el, nevéhez fűződött az a rendszeresen megjelenő hetilap volt, amiben a programokon... Miskolci műsor. Igen, az volt ilyen, de hát tulajdonképpen... Aztán kis irodalmi folyóirattá nőtte ki magát. Igen, és egyébként ennek a Miskolci Filmfesztiválnak is úgymond egy ilyen megelőző változata is az ő nevéhez fűződik. Szóval elég sok minden kapcsolódik hozzá. Egyébként nagyon érdekes, hogy hát ő mondhatni túl korán halt meg, mert én akkor még csak 18 éves voltam, és hát akkor még csak 4 éve foglalkoztam komolyabban elmélyülten zenével, tehát így módon ilyen stafétapot, átvételről szó soha nem esett, és minden esetre... Nagyon érdekes, hogy végül majdnem úgy ugyanazt csinálom, mint igen. Amit ő. És nem is akármilyen színvonalon, úgyhogy tényleg ehhez csak gratulálni lehet. Szóval végig járta annak rendje módja szerint ugye az egresi Bartók Béla zeneművészeti szakközép, előtte volt az egresi, ugye? Igen, tehát nálam annyi elcsúszás van, hogy én nem az általános iskolával párhuzamosan kezdtem el zenét tanulni. Noha ez egyébként megtörtént, én csak aztán abba maradt. Hát ugye a gyerekek általában elhullanak ezen a kitartás, vagy egyéb dolgok terén, de hát persze itt még más egyebek is közrejátszottak. Lényeg végül is az, hogy általános iskolában volt nekem egy osztálytársam, aki csellózott, és elhívott ilyen növendékhangversenyekre, és akkor úgy valahogy megszólalt bennem újra ez a dolog. A zene. Igen. És mondjuk még azt is meg kell említenem, hogy volt egy nagyon kedélyes énekzene tanárnőm, és még annyi napig is úgy előttem vannak a lemezek, hogy melyiknek milyen borítója volt, amiket felrakott az órán, és aztán valami, hát ilyen mini nosztalgiával, mert ugye csak pár év telt el ahhoz képest, de akkor már a Blátiba jártam, és az antikváriumba, kávé hasonló szorgalommal, és megvettem azokat a lemezeket, amiket ott hallgattunk, úgyhogy így indult ez az egész, és hát persze nem szabad kihagyni az én nagy-nagy nénémet, tehát a már említett nagyapa hugát, akit a ismeretségkörbe csak
a Pipsi nénéként szoktak emlegetni, de hát a miskolci zenész világban is jól ismerik, korrepetitor volt, zongoratanár, és hát amikor elindult nekem ez a zene iránti felfokozott érdeklődésem hangszeres tanulmányokkal, tehát nagybőgőzni kezdtem 14 évesen, akkor vele nagyon sok mindenről tudtam beszélni, amilyen szakmai jellegű volt, de hát más egyebekről, a hit dolgairól is ez is nagyon fontos az életemben. Úgyhogy tulajdonképpen ők úgymond a szellemi, lelki, egyéb hátterei ennek a nívódíjnak, ezt fel kellett, mondom. Hogy nőjön a zenéhez? Mert ahogy hallgatom, akkor nekem ez jut az eszembe. Ugye voltak kalandos fiatalkori kikacsingatások, de újra meg újra visszajött, újra meg újra meghallotta a zenehívó hangját. Igen, tehát ahhoz egy... Ahhoz... Egy kort el kellett érni, nem? Igen, ez is benne van, de igazából tehát volt egy része, ami ilyen tipikus volt, tehát ugye akkor ez benne volt a levegőben, hogy 7-8 éves gyerekekért jöttek a zeneiskolai tanárnénik, próbálgatták a zenei képességeiket, engem is elvittek, de ez a dolog aztán ugye végül úgymond elszállt, tehát... Nem jött össze. Igen, igen, a gyerekekre jellemző ilyen sok minden érdekel, de még nem tudni, hogy mi ebben micsoda. Azért hát a családban is voltak, nőni. Igen, meg hát a családban is voltak változások, de mondom, ezek a korai élmények, tehát hogy hallottam, láttam, megszerettem, vagy hogy valaki felkeltette az érdeklődésemet. Tehát ilyen szempontból, most, hogy már ugye én is azért mondhatni több mint egy évtizede azért gyakorló tanár vagyok, tehát nem mindegy a tanár személye sem, tehát mennyire karizmatikus, mennyire tudja azt a pislákoló lángot belobbantani a gyermekbe, anélkül, hogy egyáltalán tudna arról, hogy pislákol benne ez irányba valami. Így van, ő az igazi pedagógus, azt mondják már, aki ezt figyeli és belobbantja. Budapesten lett művésztanár, ugye? Igen. Aztán ugye ez a ének zenetanár, csemballó szakon megszerzett diploma. Tulajdonképpen énekzenetanár karvezetés tanszakon kezdtem, ebből 2 évet végeztem el, de itt volt egy kis szakmai válságom, mert engem mindig is a gyakorlati zene érdekelt. Tehát ezt az énekzenetanár karvezetés szakot kicsit elméletinek éreztem. Persze ugye volt benne karvezetés, de annyira ez sem igazán elégített ki. És hát ugye, amikor elkezdtem nagybőgőzni, mellett elkezdtem magamtól zongorázni, tanulni is. Persze aztán lett ennek egy formális iskolai része is, de a nagy felfedezéseim azok önerőből történtek, és hát valahogy ezt a zongora iránti szerelmet, egyáltalán a billentyűs hangszer és a billentyűs zeneirodalom iránti rajongásomat láttam, tehát az, hogy ez kicsit kicsúcsosodjon, és hogy hivatalos formát is öltsön, tehát hogy mondjuk egy végzettséget szerezek belőle, itt láttam egy lehetőséget a csemballó terén. És hát ez pont egy szerencsés egybe találkozás volt, mert akkoriban kezdtem el nagyon érdeklődni Bach muzsikája iránt. Tehát ez, amikor utolsó éves voltam a zeneművészeti szakgimnázium, most szakgimnáziumnak hívjuk, a szakközépiskola volt, mert úgy volt, hogy leérettségiztem a Blátiba, és utána még 3 évet tanultam ebbe a miskolci konziba. És az utolsó éven jött nekem ez a nagy Bach rajongás, és aztán ez folytatódott a Zeneakadémián, és úgy láttam, hogy tulajdonképpen a legjobb folytatási lehetőség a csemballó lenne. Közben én irogattam, karvezető, hangszeres zenész, művészeti titkár, tanár. Hány hangszeren játszik egyébként? Hát hivatalosan a csemballóból van diplomám. Hát nagybőgőztem 7 éven keresztül, folyamatosan, intenzíven. Ennek a szép kicsúcsosodása az volt, amikor a Miskolci Szimfonikus Zenekarban játszottam félállásban egy teljes évet, úgyhogy nekem ez nagyon nagy élmény volt, de hát kisegítettem a Miskolci Nemzeti Színház zenekarába, az EGRI zenekarba jártunk nagyon gyakran kisegíteni. Nekem ez nagyon szép és fontos élmény, mert én úgy gondolom, hogy a zenekari zenészség, a zenekari muzsikálás az ennek az egész zenei hivatásnak a csúcsa. Hát ott nagyon össze kell, nagyon együtt kell húzni. Ugye? Igen, igen, hát ott mindenképpen egy csapatban kell gondolkodni. Igen. Mióta művészeti titkára a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak? Hát ez egy nagyon rövid időszak volt, ez egy 4 hónap volt, jött egy felkérés, igyekeztem megfelelni, de úgy láttam, hogy olyan dolgok is beleszüremkedtek ebbe a feladatkörbe, ami már túlnőttek az én képességeimen. Igen, hát mondjuk ez egy nem túl szerencsés időszak volt a zenekar életében sem, hát erről bizonyára ön is hallott, hogy volt ugye egy
egy vezetőváltás, igen. Aztán az nem igazán tett jót a zenekarnak. Igen, igen, hát én nagyon próbáltam minden képességemet a zenekar javára fordítani, de itt azért voltak más akadályozó tényezők, amelyek úgymond ezt nem segítették, inkább gátoltak, úgyhogy mégis jobbnak láttuk többet magammal, hogy inkább visszakapta hát, fához, nem a zene, amikor szoktam. Nem a zene a hívó hang, és nem a zene az, ami együvé tartozóvá motiválja az embert, akkor ott már egy kicsit másként. Igen, hát úgy is mondhatnám, hogy ezzel azt akarja. Igen, hogy művészeti titkárként hiányzott nekem az aktív zenélés, bár találtam hozzá alkalmakat, de azért ez nagyon lefoglalta az embert, hogy tényleg a zenekar életét, a fellépő művészek dolgait figyelemmel kísérni. Úgyhogy tehát egyrészt ez hiányzott, viszont amikor meg tanítottam, akkor meg úgy éreztem, hogy vannak olyan lehetőségeim vagy képességeim, amiket nem tudok eléggé kiaknázni, és úgy véltem, hogy ezt itt meg fogom találni. Tudja, mi jutott most eszembe, amikor mi először találkoztunk a tanítás szóról, akkor már tanított fiatalokat, de hát annyira fiatal arcú fiatalemberül velem szemben, hogy akkor is feltűnt, hogy fiatal tanít fiatalokat, és így csüntek mégis a mondandói hogy mikor mit mondott. Ez nem volt más esemény, mint a Rákellenes Ligának egy ilyen nőnapi összejövetele a Liglafüredi Palota szállóban. Én ott találkoztam önnel először, és varázsolt el a zenéjével, meg azzal, ahogy a fiatalokkal beszélgetett ott, és azzal a tudással, ugye emlékszem rá, hogy teljesen speciális összeállítással készültek erre az eseményre. De mondja igen, igen, hát igen, ez számomra is egy emlékezetes alkalom, mert hát az ember nem szerepel minden nap a Liglafüredi palotaszállóba, és engem is úgy elvarázsolt nagyon a hely, és gondoltam, hogy valami különleges program kellene ide, és mivel a nőnap alkalmából volt ez a rendezvény, mondom, akkor női zeneszerzők műveiből állítom össze a programot. Hát ugye ez is ritkaság számba megy, mert ugye általában hímsovinizmus van, tehát ugye a nagy férfi zeneszerzők művei szólalnak meg, pedig egyébként nagyon kivételesen igényes alkotások vannak ebben az életműben is, úgyhogy én ezt még szeretném propagálni a jövőben. Egyébként nem régiben pont volt is egy ilyen hangversenyünk, ugye itt nem tudom, a Szemere Szalont említettük. Majd már fogjuk mindjárt. Igen, igen. A zene előtt említettük ketten. Igen, 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 igen. Tehát ez a Szemere Szalon, ugye ez a Papszeri Herman Múzeum épületéhez kötődik, és hát főleg a magyar zenei értékeket hivatott ott bemutatni, és ilyen alkalomból volt egy magyar női zeneszerzők összeállítás. Úgyhogy ez nekem egy izgalmas kaland, mert hát persze ilyenkor rengeteg művet át kell játszani, hogy azért mégis mi az, amit úgy a közönség elé bocsájtunk. Azt köszönöm, hogy azért így megemlítette, hogy a növendékek úgy csüngtek, mert... Igen, erre határozottan emlékszem. Nekem ez mindig egy ilyen, hogy is mondjam, örök dilemma, hogy végülis mi az, ami átjön úgy az embernek a tanári habitusából, egyáltalán abból, amit át szeretne adni. De ezt látja a szemükben, tanárként, nem? Művészként, emberként. Van, amikor igen. Mondjuk ilyenkor az ember annyira el van foglalva azzal, hogy na akkor ide tedd a kottálvány, te ekkor jössz, te gyere neki lapozni, hogy ezekre úgy nem... Pár perc szóval belefeledkezik a zenébe, úgyhogy az... Igen, az és akkor kérdezik. Néha az ember úgy érzi, hogy na az a pihenés, igen. Amikor muzsikál, mert akkor tényleg úgy egy kicsit enged a feszítés. Na most, hogyha már a Szemere Szalont említette, azért én gyorsan hozzáteszek még, mert azt viszont említettük, Bach nevét említettük, ugye Miskolci Bach hétrendezvény, aztán a Miskolci Kamarazenei Nyár, a Szemere Szalon, amiről szóltunk, Muzsika Kaland, Cine Maestro, és segíthet még nekem nyugodtan, tehát ez már mind-mind az ön nevéhez fűződik, és amikor a beszélgetés indult, akkor azt mondtam, hogy egy fiatal ember ül itt velem szembe, és már is egy csomó pipa itt van, hogy mennyi mindent megtanultam, mennyi mindent megszerveztem, mennyi programon részt vettem, mennyit átadtam. És akkor még nincsenek itt a hangversenyek meg a kiállítások, vagy az olyan találkozók, amiről az imént diskuráltunk. Igen, hát hogy egy kis felvezetés csináljak ennek, amikor megkaptam ezt a nagyon megtisztelő nívódíjat, és sok kedves gratuláció érkezett e-mailben, vagy SMS-ben, akkor a legtöbbjüknek úgy válaszoltam vissza, hogy úgy érzem, hogy az idevezető út építő kövei között az ő velük való munka, kapcsolat, ötletek, ezek mind benne vannak, mert végül is, hogyha nincsenek ezek a felkérések, hát akkor mit lehetne felmutatni? Mondjuk az igazsághoz azért ez hozzátartozik, hogy a Bach hét az végül is szintiszta saját ötlet,
Arról a szempontból, hogy a Pesti Bach hét volt az ötletadó, hogy Miskolcon is szeretnék legyen. Egy... Igen, hogy Miskolcon is legyen, és hogy itt is szerettem volna Bach zenéjét, hogy jobban megismerjék. Tehát ez a saját ötletem volt. A Cinemaestro az egy külső felkérés volt, ez a Szinetár Miklósnak volt az ötlete, hogy ezekben a plázákban, ahol ugye vannak ezek a mozivetítők, hogy oda bevigyék az operafilmet is. És akkor ide jött a felkérés, hogy minden ilyen vetítés előtt egy ilyen 10 perces felvezetőt tartsak. És hát persze, mint ahogy ez is, meg más egyéb ilyen alkalmak, tényleg hát ez a, hogy is mondjam, játszva tanulni, vagy hát azért annyira nem játszva, de végül is, hogy mondjam, tehát a felkérés, ami hát önmagában nyilván megtisztelő dolog, azért mögötte így egy másik sikon ott van a hálám is, mert én ezeken mindig sokat tanultam. Tehát, meg egyre ismertebbé tették, tegyük hozzá. Hát igen, ez már a vége, de az, hogy ugye én nem egy már meglévő ismeret anyagból tartottam ezeket az előadásokat, hanem volt egy felkérés, és akkor felkészültem a témából, és miközben én is nagyon sokat tanultam, úgyhogy én ezért nagyon hálás vagyok a felkérőimnek. Na most ugye ismeretterjesztés, mert ezeknek elsősorban ez volt a célja, hogy igen. Ismeretterjesztés, tehát van hiányosság, ahol be kell pótolni a mulasztásokat. Hát ha van valaki, akkor önnek van rálátása, ugye mind a menet, hogy a gyerekeket is oktatja, találkozik számtalanszor ilyen fórumon, és hát akarva akaratlanul észleli az ember, hogy na itt sánta a gyerek, itt azért a tudása nem olyan, mint amit elvárhatna az ember, és akkor még most nem is a zenei műfajokról beszélek, hanem úgy általában a zenéről. Igen. Ugye az van, hogy ha mondjuk itt is a kezdeteket próbáljuk megnézni, hogy ugye az énekzene órák száma az drasztikusan lecsökkent. Tehát egy olyan óra, nézve a dömpinget, ugye én egy időben tanítottam helyettesítő tanárként a Földesbe is. És hát ott ugye az volt a menet, hogy egyes osztályoknak, ez volt a ritkább, hetente volt egy énekzene órája, viszont a javának két hetente volt egy ének, tehát 45 perc. És akkor az olyan, hogy nyilván az a 45 se 45, persze. Mert a végén már a rádióban mondanak valami üzenetet, akkor már vége. Tehát most képzeljük el, hogy milyen respektje van egy ilyen órának. Úgyhogy én úgy kicsit úgy rájátszva erre a hát részben tragédiára, ilyen tragikomikus mondatot fűztem hozzá. 2011-ben volt ez, amikor tanítottam a Földesbe, és Liszt év volt. Hát mondom, gyerekek, akkor a jövő órán is így az évforduló kapcsán Liszttel fogunk foglalkozni, tehát mondom, teljes hónapot fogunk Liszttel foglalkozni. Tehát egyszerűen ez így képtelenség, és én megértem, hogy persze sok tantárgy fontos pályaválasztás egyéb dolgok szempontjából, de hát azért valahol az emberségünket mégiscsak ezek a lelket gazdagító dolgok fogják adni, tehát... Hát azért erről beszélhetnénk többet is egy kicsit, most eszembe jutott is a Földes és Sóki Pista bácsi neve, de mondhatnám Engi Zsuzsát, vagy az édesapját Engi István, tehát azért régen rangja, sőt, az énekzene tanításnak rangja volt. Most is van rangja, félreértés ne essék, de voltak nagy nevek, nagyobb lehetőség. Tehát jobban ki tudtak teljesedni. Ők maguk is nagyobb teret kaptak, meg hát így módon ugye az elvetett mag, azt szokták mondani, sokkal nagyobb területen hozta meg a gyümölcsét. Persze, hogy nehogy itt az legyen, hogy a Földes és most itt leszólom, nem mert egyébként a Földes, ha már Engi Pista bácsiról meg Zsuzsáról beszélünk, igen, akkor már más iskoláról. Igen, de hát ugye kórus is működik, és ott van egy kulturális nap, amikor nagy örömömre én rengeteg zenei produkciót hallhattam. Igazából itt most egyéb tapasztalatok, hogy amikor jönnek diákok szerenádozni, mondjuk a miénk nyilván valamelyest az igen kivételesek, de hát amikor más iskolákból, hogy hát ott a dallam nincs. Tehát egy ilyen ritmikus skandálást lehet hallani, és az tűnik kínosnak, amikor valakinek kiszól, hogy van énekhangja. Hát könyörgöm, tehát azért ennyi botfül ember nincs. Hát ugye Kodály nagyon hitt abba, hogy ezt meg lehet tanulni. Tehát a botfülűség az szinte elenyésző az emberiségnek a közegében. Tehát ez azért mégiscsak elszomorít. És emlékszem, én is egy nagy kudarcként éltem meg, hogy a Földesben, na akkor jó, énekeljünk népdalt valamit, hogy ugye a tanmenet szerint csináljunk valamit. És hát na, amikor ugyanaz az élmény volt, hát mondom, én ezt itt már nem tudom 14-18 év között megtanítani, mert akkor már benne van az a fajta gátlás, hogy hát most elkezdhetjük itt cincelni a dolgot, de nem láttam értelmét. Úgyhogy hát ez egy személyes kudarc is volt, tehát úgy gondolom, hogy bizonyos hiányosságoknak a pótlását
muszáj itt elkezdeni. Tehát én nem azt mondom, hogy minden nap énekzene óra legyen. De egyébként miért ne lehetne? Hát úgy gondolom, hogy a zene annyi olyan lelki dolgot ad az embernek, amit semmi más. És hát most akkor nézzük még egy ilyen mai világ szemszögéből a dolgot. Ezt most már több orvosi vizsgálat is kimutatta, hogy akik ideje korán elkezdenek zenét tanulni. A zene gyógyító erővel bír. Is, sőt, vannak ilyen Mozart formái, baby CD-k, meg ilyenek. De most arra gondolok, hogy a két agyféltekét összekötő kérges test is sokkal vastagabb. Vagy kimutatták, ez egy egész friss eredmény, hogy vettek két osztályt. Az egyik az ilyen specmatekos volt, a másik meg csak egy egyszerű óraszám, tehát szokásos óraszámba tanult a matekot. Specmatekosok nem kaptak ilyen plusz zenei oktatást, a nem specmatekosok meg nyomadták vastagon. És kiderült, hogy a matematikában is jobban kezdtek teljesíteni ezek a gyerekek, akik nem specmatekusok voltak, de zenével foglalkoztak elmélyülten. Hát ugye a zene is való hangzó matematika, állandóan számolni kell. Ugye pontosságra nevel. Ha meg kicsit odébírom azt a bogyót, az már egy másik hang. Tehát annyi olyan készséget fejleszt, amit semmi más. És most vegyünk egy egyszerű helyzetet. Tehát, hogy miért a zenészi feladat az egyik legösszetettebb feladatrendszer. Ugye először is fog az ember egy kott. Tehát, ugye azt először is dekódolni kell, mert azért, jó, hát persze a zenész tanulja, megtanulja, de azért mégsem az ABC-t olvassa, vagy egy írott szöveget. Szóval azt dekódolni kell. Ugye hát megtanuljuk, hogy ugye hangok, ritmusok, hangmagasságok, harmóniák, tehát ugye egy ilyen matematikai lejegyzéssel találkozunk, de ugye ahogy telnek múlnak az évek, ezt egyre inkább el kéne felejteni, mert ugye a zenétől sokkal elvontabb, tehát a kottából nagyon sokszor a lényeg marad ki, azok a pici finom nüanszok, árnyalatok, amitől végül is zenét hallunk, és nem egy ilyen midit, egy ilyen digitális zene lejátszót. Akkor elkezdi reprodukálni az illető a zenét, ugye akkor ezt össze kell egyeztetni a végtagokat a hangszernek a fizikai működésével, akkor megszólal a hangszer, akkor ugye hallok valamit, azt azonnal visszacsatolva kontrollálni kell, hogy most ez, ami kijött a hangszerből, ez most minőségi volt, tehát megfelelt az elképzelésemnek, tehát közben már kell egy elképzelésnek is ezt megelőzően lennie, és amikor ez megtörtént, egyébként a fejembe már valahol megosztva előrébb is kell járnom, mert akkor lesz folyamatos a zenélés. Tehát én a zenében nem járhatok ott, ahol épp szól a zene. Tehát amit hall a közönség, az a előadó művésznek az már a múlt, mert ő fejbe előrébb kell, hogy járjon. Na, és így még ragozhatnám. Tehát nagyon összetett ez az egész zenélési folyamat. Ez nem olyan, mint ahogy hát bizonyos emberek úgy le akarják kéne, hogy ez csak olyan szó, mint a tücsök, hogy ugye csak úgy szórakozunk, meg játszogatunk, meg stb. Hát nyilván van egy ilyen részlet, mert nem csinálnánk, tehát ez nekünk is örömet szerez, de ez egy elég komplex mindenféle folyamat. Hogy ebbe a komplex folyamatban hogy vesz részt, mert ugye nagyon tetszett az a mondat, hogy azt a bogyót nem mindegy, hogy hova írja az ember. Arról is beszélgessünk majd egy kicsit a zene után, meg egy kicsit az a magánéletéről is, mert látom, hogy ott csillog a karikagyűrű, az ujján nem véletlenül került oda, de majd a zene után folytatjuk, jó? Folytatjuk a beszélgetésünket Flak Antallal, művésztanárral, aki Miskolc városnapja alkalmából Nívó díjat vehetett át, művészeti munkája elismeréséül. Az előbb a pontocskáknál, a bogyóknál hagytuk abba. Azt mondta, hogy bizony-bizony ez egy komplex, összetett folyamat a zene, a muzsika. Nem mindegy, hogy az ember azt a bogyót hova teszi, mert rögtön más lesz belőle, más hangzás. Hát ön szokott-e tenni ilyen bogyókat, magyarán mondva komponálgat-e, mert annyi hangszeren játszik, és annyira kiteljesedik a zenében, hogy szinte hihetetlen lenne, ha azt mondanám most nekem, hogy nem. Azt mondja? Hát a maga komponálási folyamat az... Jó, de hát van, ami zené. Én is szereztem zenét például kamaszkoromban. Na, de most viccet félretéve, de komolyan foglalkozik a komponálással? Tehát oly módon nem, mint azok, akiket komponistáknak nevezünk. Volt egy időszak, igen, ott a fiatalságomban, mondhatom így. Amikor verset ér az ember, amikor megrohanják a nagy érzelmek, ugye? Igen, igen, ez tényleg egy varázslatos időszak, amikor az ember úgy ilyen kreatív energiákat is fel tud magába szabadítani. Hát ez is a Szentléleknek az ajándéka. Mondjuk én aztán éltem a zeneművészeti szakközépiskolás évek végén egy ilyen koravén mondatta, hogy
Hát én most feláldozom magam az előadó művészet oltárán, mert úgy érzem, hogy annyira nem eredetiek a gondolataim, hogy... Tehát ugye erőlködni nem akartam. Tulajdonképpen mondjuk, ha ma elmegy az ember a zeneakadémiára zeneszerzés tanulni, ott az ilyen késő romantikus stílusban írt darabok, amelyek végülis az én lelkemhez vagy érzésemhez közelebb állnak, ezek stílusgyakorlatnak számítanak, tehát ez nem volna túl eredeti. Én meg olyan zenét, ami nekem idegen, csak azért, hogy írjak valamit, az nem meg volt egy perspektíva. Meg úgy van az ember az évek múlásával, akkor már van egyfajta elvárás, tartás önmagával szemben is, és hogyha azt nem tudja olyan színvonalon művelni, mint a zenét gyakorlatban, akkor valóban inkább maradjon az otthonon belüli saját maga örömére szerzett dal, semmint, igen, hogy megmutassa, ugye? Viszont azért ez úgy néha elő-elő bukkant, például emlékszem, amikor csembaló tanszakon a tanárnőmnek ünnepeltük a születésnapját, akkor volt egy ilyen, hogy a Happy Birthday-t feldolgoztam a Bach Goldberg variációk témájának stílusába, úgyhogy azt ott meg is könnyezte, úgyhogy az igazi ajándéknak tudtam be. De ettől függetlenül mindig vannak olyan kisebb, nagyobb, ilyen kreatív feladatok, amelyekhez jól jön ez, hogyha kell, akkor mondjuk tudnék írni egy 8 ütemes témát. Tehát tudja, hogy azokat a bogyókat hova kell tenni, ugye? Igen. Tehát, és ez egyébként azért fontos, mert azért másképp beszél az ember a zenéről, ha alkotó módon is részt vett benne, mintha csak reprodukálóként. Igen. Tehát azért, ha az ember úgy megpróbál leírni akár egy kis rövid darabot, de tisztességgel, akkor azért már mindjárt megtanulja becsülni a másik művébe, és minden hangot, minden bogyót, hogy maradjunk a mottónál. Igen, tehát persze a gyerekekkel is szoktunk így néha így mókázni. Persze, igen, tehát a humor az tényleg nagyon lényeges eleme, és ezért nem szerencsés az, hogy ilyen szomorú szemű zenészekről beszélnek, mert hát a kollégáim rengeteget ökörködnek, szóval néha tényleg hát már úgy kell mondani nekik, hogy na, most már hagyjuk abban, mert már kim van az órunk hegye a pódiumon. Igen, tehát enélkül egyébként elképzelhetetlen a dolog, és még az olyan látszólag nagyon komoly és koncentrált zeneszerzőknél is, mint Bach. Hát van az a híres portré, amit ugye általában mutatnak róla, kezébe tart egy kis kottapapírt, ugye erre volt a legbüszkébb, ott azon egy kánon van, tehát erre a kontrapunktikus tudásra. És hát ha az arcot megnézzük, ugye látjuk ezeket a nagyon szigorú szemöldököket, az ornyereg felé haladva, meredeken, viszont ha a szájat nézzük külön, akkor látszik, hogy ott mosoly van. Tehát a kis bemélyedés ott az arcnál, a szájnak a kunkorodása. Tehát azért azzal látni, nem csak nézni, ugye? Itt kezdődik tulajdonképpen. Igen. Tehát meglátni a portréban tényleg a személyiséget, és ez a kettőség, ez nagyon benne van, és a zenében is. Tehát ezt keresni kell benne, mert sokszor ez úgy nem feltétlenül adódik magától. És hát ugye nyilván a zenének is van egy olyan nyelvezete, amiben azért a humor sem feltétlenül úgy adódik, ahogy azt mondjuk a ma embere várna. Úgy gondolom, hogy a humor sajnos manapság sokszor inkább a trivialitás felé húzódik el. Tehát az intellektuális szegmens az egyre inkább kiveszőben van, és az ismeretterjesztéseimnek a lényegét sokszor ebben látom leginkább, hogy ezt úgy feltárni, ezt a fajta gyönyörű és rendkívül gazdag zenei nyelvezetet, ami hát most mondhatjuk a komoly zenében leledzik, mert hát azért valljuk be, hogy 3-4 akkordot hallgatni egymás után, arra úgy tényleg nem nagyon kell odafigyelni, tehát az jó háttérzenének. De hát ezek a szerzők, akik azért egy Beethoven is egy több évet szánt egy szimfóniára, hát akkor próbáljunk meg mi is minél mélyebben a bűvkörébe kerülni egy ilyen alkotásnak. Ez a célom ezekkel az előadásokkal. Nem kis vállalkozás. Olvastam erről egy portré anyagot, hogy úgy mondjam, amiben azt nyilatkozta, hogy rossz korban született. És akkor már elhatároztam, hogy megkérdezem, mire gondolt, és miért született ön rossz korban tulajdonképpen? Igen, ez egy kicsit ilyen torzó beszélgetés lett, mert ehhez én még hozzáfűztem, hogy végül is nagyon szeretem a 19. századnak ezt a fajta idealizmusát, főleg ugye itt például a magyar reformkorra gondolok, de nem érzem, hogy feltétlenül rossz korba születtem volna, hanem úgy gondolom, hogy ezt a fajta idealizmust, amit én így eszenciaként magamnak lecsepegtettem, abból, amit megismertem ebből a korból, és hát javarészt a zenén keresztül, hogy ezt a mai korban a ma emberének
valahogy a zenén keresztül, ugye szívébe, lelkébe elültetni, ez is a céljaim tehát egyike. Tehát azt a hiányosságot pótolni, ami ott megvolt, itt meg nálunk. Hát ez a hiányosság, ez kicsit ilyen pedellusosnak érzem, tehát mert ugye mindig van valami hiányosság, amit lehetne pótolni, tehát úgy gondolom, ez hogy... Ez mozgató erő is az ember. Hogy nem is feltétlenül hiányosság ez, hanem valami olyasmi, amiről nem biztos, hogy tud az ember, de amikor megismeri, akkor úgy érzi, hogy kaptam valamit, amitől most több lettem. Most én is azt mondtam, hogy a gyerekek, a tanítványok biztos, hogy ezt mondják, mert én azért a tekintetüket elcsíptem azon a bizonyos említett találkozón. Amikor ide leültünk beszélgetni, akkor azt mondta Flak Antal, hogy az életében nagyon fontos szerep hárul, vagy nagyon nagy jelentőségű a zene mellett a hit. Igen. Ugye? Igen, hát ez is részben, tehát ezen az úton való elindítást köszönhetem a nagy-nagynénémnek, tehát a nagyapám húgának, aki egyben a bérmanyám is. Ő indított el, ő szorgalmazt, ez pont egy olyan korban, amikor ugye, hát 14-18 éves korban ugye az ember valahogy nem feltétlenül akar ezzel foglalkozni. De mégis a legfogékonyabb korszak. Igen, igen, és... Azért persze ebben az is benne van, nemrég hallottam ezt a nagyon frappáns mondatot, hogy Istennek nincsenek unokái, hanem csak gyermekei, tehát ezt nem lehet örökölni, ezt nem lehet rátukmálni senkire. Fontos, hogy halljon róla az illető, de az, hogy megtalálni mindenkinek a saját útját az Istenhez, Jézus Krisztushoz, és egy igazi, egyéni és élő hit, te legyen az embernek, ebbe azért munka is van. És hát nem kevésbé a Jóistennek az áldása, mert ugye a hit is kegyelemből van, ugye így tanuljuk, tehát mind a kettő nagyon fontos. Foglalkozni kell vele, de azért kell hozzá a kegyelem is, hogy az ember ezt megkapja. És... Itt meg kell, hogy említse édesanyját. Igen, én igen. Ismerem az édesanyját, ő is ült itt a stúdióban, és tudom, hogy egy fantasztikus, önzetlen, segítőkész és hívő ember, ugye, nem rejtette vékkal, mint miként ön sem rejti vékalá, de hát ez egyfajta olyan gondolkodásmód, ami azért, ha tetszett, ha nem a fiatal Flak Antalnak azért bele kellett, hogy menjen a sejtjeibe, zsigereibe, mert ebben nőtt fel? Igen. Ugye, hát ez a fajta feltétel nélküli szeretet, amit ugye egy anya tud adni a gyerekének, én ezt nagyon szépen és hát nagy hálával a szívemben tapasztalhattam meg. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha egyik oldalról hallottam az igét, a másik oldalon láttam a tetteket, és hát persze ez most édesanyámnak nem egy túl hosszú múltra visszatekintő tevékenység, hogy itt dolgozik a kórházban ápolási asszisztensként az onkológián. De nyilván a segítőkészség meg a másokra figyelés az azelőtt is a része volt. Igen, igen, az mindig megvolt, úgyhogy mindig ő is nagy örömmel mesélte, hogyha korábbi munkahelyein valaki megdicsérte a figyelmességért vagy a kedvességért. Igen, tehát ez, hogy ezekről a dolgokról úgy beszélgettünk, hogy nem sikadtak el, és megbeszéltük, hogy ezek fontos dolgok, az emberi kapcsolatoknak az építése, bár nem a saját javunkra, hanem ezt a fajta felebaráti szeretetet gyakorolni. És hát aztán főleg azok, amiket anyukám mostanában szokott mesélni, persze nyilván ugye a diszkréció keretein belül, már hát azért mindent ő sem mondhat el, de szóval megismerni ilyen emberi helyzeteket, és hát, hogy ott milyen lelki dolgok történhetnek, ezek is úgy gondolom, hogy mind engem is nagyon építenek és gazdagítanak a hitéletembe, és hát aztán ez kihatám a szakmára is, mert azért őszintén megvallom, hogy nekem nagy küzdelmeim voltak, részint vannak mai napig is a növendékekkel, mert hát azért az értékvesztés, ez a fajta válság, ez most már, hát ugye mi mindig így évfolyamonként tudjuk ezt mérni, és most már nagyon mérhető. Tehát azért van ebbe nagyon elkeserítő rész is. Vannak persze természetesen lelkesítő pillanatok is, de nagyon sok munkát és hát hogy is mondjam, nagy kérdőjeleket és közös megbeszéléseket, ötletelést hoz ez magával, hogy hogyan próbáljuk meg a gyerekeket azon a szűk, keskeny úton tartani. Ami persze végig is azért van, hogy ők megtalálják magukat és a hivatásukat, hogy ne ez a világnak ezek a csápjai az ilyen látványos, de aztán annál üresebb dolgai lerántsák erről. Igen, mert nagyon nehéz, mert ugye hát ez a telefon is állandóan ezt nyomkodják, és úgy gondolom, hogy éppen napi adag energiájukat, amiket a saját épülésükre kellene forgatni, ezt eltékozolják ebbe. Minden pillanatokat
felugrik, másfél óra, néha nagy küzdelem, hogy ott tartsam végig a dolgon a figyelmüket. Jó, hát persze néha mi sem tudjuk másfél órán keresztül valamire vastagon figyelni, de azért nagy küzdelem, ez nagy kihívás, és hát ezt kérem mindig az Úrnak a segítségét, hogy pedagógusként jó példával tudjak előjárni, és hát mindennel, amit csak csinálok, jó hatással tudjak rájuk lenni. És ezek a tanácskozások, vagy ezek az eszmecserék, ezek nem csak a kollégákkal és a kortársakkal történnek, hanem otthon, a négy fal között, ugye, feleségével, aki szintén zenetanár, igen, és tartják egymásban a lelket, gondolom, ajaj, mert azért van ok időnként a, igen, kesergésre sajnos, igen. Igen. De önnek is nem is kell keresni azt a mosolyt, hanem az kiül az arcára, tehát azért a kapaszkodó az megvan, és hol az egyik, hol a másikuk mondja, ugye, gondolom, az előrevívő. Igen, hát a feleség igen, ilyen szempontból tényleg egy különleges jelenség, mert hát a mosoly az, hát mondani, a mosoly országa. Persze, hát neki is vannak nyilván elcsüggett pillanatai, és ilyenkor tényleg próbáljuk egymást segíteni. Hát ugye, hogy a ige is mondja, hogy könnyebben boldogul kettő, mint egy. Igen, hát hol ő van lent, hol én, úgyhogy... De ketten előre. Igen, és úgy gondolom, hogy az ő küzdelmei engem is valahol segítenek, mert végül is, hát ugye ő alsófokon tanít. És az ottani problémák jönnek tovább középfokra, ahol meg én tanítok. Tehát valahol látom a problémáknak a gyökerét, és hát próbálom azokat orvosolni a magam módján. Hát ehhez is sok sikert kívánok, meg türelmet, meg kitartást, mert nagy a feladat, kétségtelen egyébként, ez a sok csáp, ami elvonja a fiatalok figyelmét, meg elveszi az idejét, az állandóan ott van, meg ezek a csápok, ezek szaporodnak sajnálatos módon, de hát a zene előbb-utóbb eljut a fülükhöz, hogyha olyan emberek tolmácsolják, mint akit ül velem szemben, Flak Antal, aki Miskolc város napja alkalmából Nívó díjat vehetett át munkája elismeréseként, amihez ismételten gratulálok. Köszönöm, hogy bejött a Csillagpont rádió stúdiójába. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és itt a rádión keresztül mindenkinek a munkáját, segítségét, ötleteit, amelyek által eljuthattam ez a szép díjhoz. Köszönöm. Kedves hallgatóink, az óra végéhez közeledünk, hamarosan már az MT Hírcentrum munkatársait hallják. Hajdú Zénó nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Monos Márta. A viszonthallásra!